Igen, egy picit még akkor erre visszatérve az előző meccs nagyon gyorsan. Igazándiból én is azt láttam, és ugye Márdulék is arról beszélgettek itt egy pár mondatban utána, hogy ott kezdődött a probléma, amikor Woodhouse elkezdett azzal foglalkozni, hogy Jamie Lewis jókat dob, mintha meglepődött volna rajta, hogy jókat dob. Kvázi rázta a fejét, nézegetett jobbra-balra, ahelyett, hogy a saját játékát ugyanúgy játszotta volna, mint a mérkőzés elején, ahol bőven ő irányított. És utána pedig hát onnantól kezdve már elveszett a koncentráció, elveszett az a fajta játék, amit az elején mutatott. Így aztán belekerült egy ilyen csapdába, amit Jamie Lewis meg remekül használt ki. Hát azt utána az a két 11 nyilas a végén egészen parádés, tehát nincs nagyon miről beszélni. Itt pedig akkor a következő mérkőzés, a holland Mullenkamp, valamint a horvát Boris Kicsmár, aki a kelet-európai kvalifikációs sorozatból került be. A világbajnokság mezőnyében 101. a jelenleg a világranglistán, míg Ron Mullenkamp a Pro Tour ranglistájával vívta ki az indulási lehetőség jogát, és egyébként benn van az 50, a legjobb 50-ben, 49. És hát ez a 5. világbajnokság a hollandnak, tehát azért hát, hogy mondjam, van múlt, még Kröcsmár másodszor játszhat a PDC világbajnokságon. Hát évre pontosan 10 évvel ezelőtt, 2011-ben. 2011-es világbajnokságon. Itt azt írjátok, igen, igen. És Per Larsentől kapott akkor ki 4-2-re. Igen, ugye ő a kelet-európai selejtezőt megnyerésével jutott ide ki, ami itt volt egyébként ugye Budapest mellett Vecsésen. Tartottuk meg a kelet-európai selejtezőjét a PDC-nek. Hát nem sokkal a kiírás előtt jött az információ, hogy megváltoztatták az addigi rendszert, és engedik a Pro Tour kártyásokat is elindulni ezen a selejtezőn, aminek azért megmondom őszintén, mi nagyon nem örültünk, mert a Pro Tour kártyás játékosoknak rengeteg lehetőség van kijutni a világbajnokságra, míg a többieknek csak egy. És hát ez be is igazolódott végül, hogy Boris nyerte meg, ugye, aki folyamatosan a nagy PDC mezőnyben tudott játszani egész évben, és ott edződött. Sedlacek nem jött el, ugye ő volt a másik, aki még tudott volna, illetve a lengyelek közül sem jöttek el a Pro Tour kártyások közül, ugye Csuk. És hát igazándiból kicsit furcsa volt, de hát aztán ezt a szabályt hozták, most nem tudtunk mit csinálni ezzel. Aztán utána nagyon izgultunk, hogy esetleg Boris bejusson a Pro Tour ranglistáról, mindössze egy győzelemnyire, 250 fontnyira volt attól, hogy bejusson a Pro Tour ranglistán a 32. helyen a világbajnokságra, mert akkor a kelet-európai selejtezős hely felszabadult volna, és akkor a döntőben vesztes Kovács Patrik játszhatott volna itt most a világbajnokságon. Ez most így alakult. Nyilván a Covid helyzet miatt több esélyt adtak azoknak, akik korábban kiharcolták maguknak ezt a kvázi profi dárcosok szent gráliaként működő Pro Tour kártyát. Úgyhogy mindig az adott szabályokhoz kell alkalmazkodni, ezt tudom csak mondani, nem tudom mást kezdeni a helyzettel. Dupla 9, Kröcsmárnak bedobja, és az első legben azonnal lebrékeli von Mullenkampot. Százos. Hmm.
Nem jön a tripla Mühlenkampnak. 24. Egyébként pont Bata Józsi most írt rám, hogy a Boris Krics már az íróknak a pólójában dob, és az van fölreklámozva. Valószínűleg a saját mezét nem engedélyezték valami miatt. De most nézem, hogy tényleg olyan logós mezben dob, olyan fekete pólóban, igen, mint amilyen az írókon az író is van, meg a játékvezetőn. Ugyanolyan fekete mezben dob. 57. Valószínűleg a saját mezén olyan reklám lehetett, amit nem engedtek föl. Még azt is el tudom képzelni, mivel ő állandóan szoftozik, és a Darts Life aktív tagja, hogy olyan reklám van rajta, amit nem engednek itt a PDC-nél színpadra kerülni. De nyilván majd fogunk róla tudni bővebb információt a későbbiekben, főleg ha tovább jut Boris. De tényleg ez így. Azt hiszem volt neki korábban ilyen sima egyszínű fekete meze, ez nem is tűnt föl elsőre, de az a nagy PDC logó ott az elég egyértelmű. Csoda, hogy volt ekkora méretben. Borzasztóan nagy, nagyon magas Boris. Bedobja a 40-et, 2-0-ra vezet. Egész jó kezdés. Igen, hát nagyon jól játszott egyébként itt a selejtezőn is. Nagyon sokáig 106-107-es átlagon dobott, sőt volt 115 körüli átlaga is Borisnak ott a döntőben, úgyhogy ő azért nagyon jó formában van. Most is jól kezdi ezt a leget is. Kilencvenkilenc. Közben kaptam egy fényképet egyébként, hogy milyen mezben volt a bemelegítő helyiségben. Valószínűleg az a probléma, hogy nem hagyott helyet a... Közben egy 180-dal 181-re megy le. Nem hagyott helyet a főszponzornak, ugye itt a mellkasnál jobb oldalon fönt a főszponzornak kell helyet hagyni, és ő neki a meze olyan volt, hogy nem tudták odarakni a reklámot. Hát a játékát ez nem befolyás, hogy nem egy írói szinten játszik, az biztos. Nagyon szép játék. 94-110-es átlagon, nagyon kemény. Hasonlít inkább egy ilyen ajtónállóhoz, Kricsmár. Ja, igen, nagyon nagy darab figura egyébként. De látszik egyébként, hogy kipattintott a nagy darab, tehát igen. Nem. 87-re, nem jön az 51, nem fog rámenni, igen, a búra, nem csak lekerekít. Szépen csinálja. Így egy 5 kör első nyila lehet majd a megoldás, egy 13 nyilas. Mühlenkamp visszanézett egy szemrehányó a Krücsmár irányába, nem nagyon tudom, hogy mi a... Nem tudom, mert oly messze van Krücsmár, hogy nem tudom, mi lehet a probléma. Zörgette a nyilakat? Vagy előfordulhat, igen. Egy üres teremben azért ez eléggé meghallatszódik. Az bedobja a dupla. Utolsó nyila megvan. És ezzel... Egy nullára vezet a szettek arányában, egy rövid reklám után jövünk vissza a második szettel. We were undiscovered, didn't care for one another, you and I, you and I. Thought I was okay, till something in me changed, don't know why, don't know why. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. I should be free, but I'm hoping that we could be something in the end, something more than friends.
discovered, didn't care for one another. You and I, you and I. Thought I lost my way, but you washed out all the gray. Don't know why, don't know why. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. I should be free, but I'm hoping that we could be something in the end, something more than friends. No hát, három darab ötkörössel, egész pontosan három darab 15 nyilassal nyitotta a mérkőzést Boris Kricsmár, 113,3-as körátlag, és 50%-os kiszállózás. Mühlenkampnak még nyila sem volt duplára eddig. Egyébként nagy valószínűséggel, itt Patrik mondta, hogy ő neki is volt olyan tapasztalat, valószínűleg a nyilat csörgette a kezében, egyébként Boris is az zavarta Mühlenkampot, úgyhogy ez, nyilván ezt majd legbeszélik egymás között, vagy hát nem tudom. Bár nem tudom, hogy Mühlenkamp beszól egy ilyen egy hegyomlásnak valamit. Inkább talán a játékvezetőkhöz fordul, ha valami nyűgje van, de egyébként nyilván nem amiatt dobott ilyen rosszul, és nem amiatt dobott ilyen jól Boris, hogy most ott a nyilakat csörgeti a háttérbe, vagy sem. Ezek különben olyan hangok, ugye, amik egy üres, tehát egy ilyen közönség nélküli teremben azért problémát okozhatnak, mert egy 3-4 ezres tömeg van a hátad mögött, ilyet meg se hallasz, tehát ez esélytelen. De egy ilyen közegben, még hogyha van is effekt, és hallják is, mert erről is ment már a polémia, hogy vajon hallják-e a játékosok, és az első nap, amikor közönség volt, akkor Matt Porter kirakta a Twitterre, hogy a játékosok ezt nem hallják az effekteket, amit pluszba rátettek a közönség mellé. De aztán utána ugye beszéltem Medivel, aki meg azt mondta, hogy a World Cup of Darts-on meg folyamatosan hallani lehetett ezeket az effekteket, amikor üres volt a terem. Tehát nagy valószínűség, amikor nincs közönség, akkor ezeket az effekteket a játékosok is hallják. De ettől még sokkal hatványozottabban érzékelik, amíg a közelükben történik. Mühlenkampnak a második nyila már a triplában, ugye ő is egyike a balkezeseknek, nem nincs túl sok. Balkezes játékos. 58. Nagyon oda helyezte a tripla alá mind a kettő, de a harmadik nyila is beesik a tripla alá. Közben többen írogatják nekem a cipőjét is, hogy az is igen határeset. De van rajta egy fehér csík, meg hát látszik a márkajelzés is nagyjából. Úgyhogy talán ezek nem sikerült letakarni rendesen.
De hát láttunk mi már fehér talpú cipőt is, azt hiszem majd ilyen White-nál lesz, úgyhogy azt azért lehet, hogy simán engedélyezték neki. Nem hiszem, hogy azzal lenne gond. 54. Nincsen tripla, így már nincs kiszálló, Millenkámnak meg lehet az első duplája. Megvan a két sima, dupla 20-ra egy nyíl. Bedobja. És bedobja Müllenkamp. Ezzel elveszi Krücsmár legjét. Second leg, run to throw first. Game on. Ötvenötös kezdés, az nem a legizmosabb. Kilencvenötöt dob. Hogy már. Ott a tripla 20-as Müllenkampnak, meg még egy. De az gyönyörű. Az igen. 177, egy kicsit Ferdén állt a második nyila, úgyhogy inkább nem kockáztatott. Krücsmárnak is ott a két tripla, 140. Kilencvenkilenc, 170-re megy le. Müllenkamp. Az most jól jön le, megint levált. 139. És megint. Hát ebből az lesz, hogy szerintem szólni fog most már. A szeme is nagyon furák egyébként. Én inkább nem mondok semmit. Pá, fogalmam nincsen, hogy miért csinálja ezt a rengeteg plusz mozdulatot. 86 marad, nézzünk Müllenkampot 74-ről. De hát egyébként Müllenkampnak is az a dolga, hogyha valami nem tetszik, akkor jelezze, nem pedig azt, hogy megállunk, és akkor nézegetünk hátrafel, hogy majd a másik kitalálja, hogy mi nem tetszik. Bedobja. Be is dobja a kiszállót most. Ha most szólt neki, hogy hagyja a nyilakat. A nyílt csörgetést hátul. Akkor most legalább megtudtuk azt is, hogy mi a problémája Müllenkampnak. Most elmegy hátra. Nézd meg, tehát ki elmegy a beoda, ki megy a bevonulás le, tényleg. Jó, hogy ilyen hosszú bevonulót építettek, mert el tud menni egy 15 méterre körülbelül. Egy 55-ös kör jött, most azért visszaesett egy picit. 95-re Boris Krücsmár átlaga, de Müllenkampé egy picit javult, ugyanannyit, amennyit elveszített. Krücsmár ilyen kb. 5 pontnyi kör átlagot, azt javulta föl Müllenkamp. Száznegyvenet, Horváth.
84 pont, Linot mutatja George Noble, hogy mi az, amit szeretne, hogyha nem csinálna továbbiakban Boris. 60. Jönnek, hogyha már, édesfiam, ha már kaptál egy jó pólót tőlünk, akkor legalább ne csörgesd a nyilaidat, légy szíves. Mivel Kanto 84-re leteszi magát, 146 Borisnak. Vincent van de Forttal játszik majd a győztes. Emérkőzés győztese. 46. Na nézzük 84-ről. Sima 20-as, 14-es kell. Megvan, és a Bull a szettért nem találja el Mühlenkamp. Két dupla, nem jön. 50. Ezt most nem nagyon értettem. 50. Ez szerintem el kalkulált valamit, vagy nem tudom. Kilenc, dupla nyolc. Bedobja, úgy éppen a csücsökbe, de bedobta. És ezzel egy-egy az állás, hergeli magát Mühlenkamp. Boris Krücsmár már melegít, mi meg megyünk egy kis pihire. Under your influence.
Kiderült egyébként, hogy ott, amikor a dupla tízre ment Krcsmár, amikor 100 volt kiírva, és nem hallottam, hogy Noble a 60-at mondja, elnézést kérek, csak közben üzenetet néztem, hogy 100 pontja volt kiírva, de 60-a volt egyébként, tehát tökéletesen hát jól ment, csak nem sikerült. 20 dupla 20-ra ment, és a dupla 10-re a végén. Egy tripla van benne. Százos. Száznegyven, ez most egész jó. Bizony. Az előny. Van az előnye megint Boris Krcsmárnak hátsó pályáról. Csak most 60-at dobott, igen. 94-es átlagon van egyébként a horvát, míg von Mühlenkamp 84,7-es átlagon eddig a mérkőzésen. Ez most azért javít rajta. 140. Ott a tripla, meg még egy. 177-tel 24-re mehet le, így 62 marad. És a kiszálló a dupla 16 nem jön. És így most Mühlenkamp előtt ott a lehetőség egy 56-ra. 16 és a dupla 20. Még van egy nyila. Az bedobja. Volt Krcsmárnak a lehetősége, de nem élt ezúttal sem. Igen. Most már hátrányban van. Itt jött egy kérdés, hogy az előbb említettem mérkőzés elején, hogy Boris Krcsmár sokat szoftozik. Ugye ez egész pontosan mit jelent? Ugye két szakága van a dartsnak, van ez a, amit itt látunk most a televízióban, a Sisakender táblára dobnak fémhegyű nyíllal, ez a steel darts szakág, és van a soft dart szakág, amin automatára, gépekre dobnak, ahol egy műanyag előre bepöttyözött, kiukasztott dobó felület van, érzékelőkkel ellátva, külön szektoronként vannak az érzékelők elhelyezve egy rácsozatban, és műanyag hegyű nyíllal dobnak rá. Ennek rengeteg gyártója és rengeteg fajta gép van, és ennek van egy viszonylag profi szakága, a Darts Life, amit mondtam már, és ott Krcsmár, Ázsiában nagyon népszerű egyébként, tehát Paul Limék is nagyon nyomják ott. 180-at dob közben. Egy kiszálló a Krcsmár, szóval ez az automatás verzió az, amit ugye mi softnak nevezünk. Magyarországon is egy működő, jól működő szakág. Rendkívül sikeresek, eredményesek voltak korábban a magyar dárcosok. Most is vannak azért jó eredményeink ebben a szakágban is, úgyhogy ez egy nagyon rossz első nyíl, ez már sokkal jobb. 83 pont. Szóval ez a két
szakák közötti különbség. Egyébként paramétereiben ugyanaz, legalábbis az alap szoftjáték. Van a úgynevezett bullshooter, ott az más egy kicsit. Na, 24-re kerekítés, most nézzük meg a kiszállót. Sikerül-e megoldani a horvátnak, jön egy 20-as, és a dupla 20 alá dobja. 24-re dobhat Mühlenkamp, és 2-0-ra vezethet egy break leggel. Dupla 6. Még egy nyila van rá. Nem találja el kiszállót. A kerekítés remek volt. Kiszálló. Bedobja. És Krecsmár viszont kiszáll így. 1-1 az állás. Szóval van a bullshooter, ahol kétszer ekkora felülete van a bullnak egyébként, és az egész bull, tehát az a kb. 5 cm átmérőjű kör 50 pontot ér, és kb. Kétszer ilyen széles a tripla és a dupla szektor is, és 7-es centivel hátrébről dobnak, 2.44-ről dobnak rá, és hát így igazándiból ez a nagy különbség a bullshooter, és az inkább Amerikában és Ázsiában népszerű játék, itt meg egy nagyon rossz kör Mühlenkamptól. Két ötös, az a 19-e valamit javít, de most már is fent van elég rendesen. 100 fölötti átlag volt az első szedben a horvátnak, aztán kicsit lejjebb adott belőle. Nem tudom. Valami, nem tudom, lehet, hogy a kamerát berakták oldalra, látótérbe, vagy valaki ott mozgott, egy fényképész, vagy bármi. Bekerülnek így a periférikus látószögbe, mozgás van, akkor az, hogy meg tudja zavarni a játékosokat. Főleg, ha mondjuk valaki, akkor nincs is nagyon helye, de nem tudom, azért elég profik szoktak lenni a operatőrök. Igen, de az előbb benne is volt, hogy a Jimmy szépen be is. Igen. Húszott. Két tripla. Micsoda kiszálló lett volna. Egekben van Krecsmár. 100. És még mindig messze a kiszállótól. 2-1 lehet a dupla tízzel. Hívülről. Hoppá, a dupla ötöt kell dobni most már. De nem, inkább be sokkal. Tehette, mert csak már 2.43-on volt, nem tudott kiszállni, viszont most dob a horvát két triplát, 108-ban. És már is ő is ott van, Mühlenkamp nyakában, nyomában. Úgyhogy ezt a dupla tizet azért meg kéne oldani. Be is oldja. Be is dobja. 2-1. És egyébként, hogy mennyire soft játékra van sokszor specializálódva Boris, lehet látni, hogy a nyila is egy alapvetően soft nyíl, csak bele van tekerve egy fémhegy. Ugye ez egy megoldás arra, hogy valaki ugyanazzal a, legalábbis én úgy látom, hogy ez egy betekerhető hegy. De van ilyen megoldás, hogy valaki ugyanazzal a nyillal játszik mind a két szakákban. Nyilván ez ugye a súlypontját meg századosztatja. 180-a volt a torrának. Igen. Na nézzük ez. A már második kört, már az nem sikerül, szóval lehet ugyanazt a testet használni, így ezzel a megoldással legalábbis. 180 után egy 45-öt dob, Csmár, ezzel nem nagyon tudott előtt szerezni, illetve mégiscsak tudott, mert Mühlenkamp köre sem az igazi, megint az ötösbe megy. Ez most jó helyen. 70. Most nem a legjobb kanyar, igen. Az jó. Az igen.
32-t hagy magának. Mellette mind a kettő, és a harmadik nyíl, az beledobja a 2-2. Kinél lesz az elő? 15 nyilas leg érkezett megint Boris Krücsmártól. Volt két tökéletesnek mondható köre, egy 180, egy 170, azon kívül azért nem olyan jókat dobott, de mégis sikerült az ötödik körben. És megint rá kell. Most meg azért, mert előbb lépett be abba a zónába. De hát mondjuk Müllenkampnak is jobb lenne a játékkal foglalkozni, hogy tényleg mindent kiszúr magára, de egyébként nem jött mögé, nem. Teszem hozzá, tehát ez megint egy mondhatni teljesen felesleges dolog volt a holland részéről, mert egyáltalán nem jött közelebb, és nem is lépett be abba a zónába, ami ugye ott körbe van véve a dobó folyosó egy sárga, ugye? Igen. Sárga zóna. Csak szintévesztő vagyok, azért tudom, inkább megkérdezem, egy sárga zónával, és ugye oda nem léphet be addig, amíg be nem fejezte a dobás sorozatot a játékos, és el nem hagyja a dobóvonal területét, addig a ellenfél nem léphet be mögé oda, arra a területre, és látszódott a lassítás, hogy egyáltalán nem, még a közelébe sem volt Boris. 140 Müllenkamptól, ez most nagyon jó sorozat. De Krücsmár előbb lehet kiszállón egy nagy körrel. Most mellé ment a tripla egybe, egy 113-ba marad. Dob egy 140-et Müllenkamp. És ez 38, úgyhogy ez egy nyíl. Na nézzük, a tripla megvan, 113-ról, ez most már holdható, a 13-at. És a dupla 20. Dupla 20. Nincs meg a vezetés. Ez nagyon kicsin múlott. Ő meg és bedobja a dupla 19-et Müllenkamp. First leg, Boris to throw first. Game off. Viszont Krücsmár kezd. Ebben a szedben 95-ös átlagot dobott Müllenkamp, 98-as Boris Krücsmár. Itt igazából inkább a kezdésnek az előnye jött ki ebben a szedben. Nem volt nagy különbség a játékosok között, még kiszállózásban sem. Krücsmár kezdett egy 26-tal, míg... Hát, nem tudom, miért dobták be a 180-as effektet, mert ez csak 135 volt. Egy 100-as jön Krücsmártól. Ez viszont már 180, igen. És szépen lement 195-re Boris Krücsmár, de jön Müllenkamptól a válasz. 140-nel kiszálló lehet, meg is csinálja a holland. És már ő is 90 fölötti átlagon. Borisnál jön a két tripla. 137. Ezért 58-ra megy le. 141 itt már nem lesz megoldva. Hát megint ott volt a lehetőség Csmár előtt, most viszont Müllenkamp kap lehetőséget. Fifth
Azt a mindenit, de közel volt. Visszakapta Boris a lehetőséget, hogy 1-0-ra vezessen a negyedik szedben. Nincs meg első nyírra. És bedobja a dupla kettőt. Vezet 1-0-ra. Megint egy rossz kezdés a horváttól. Viszonylagos gyenge Mullenkamp kezdés után. 140 a válasz. Most jó volt a két tripla és a harmadik. Ott jön lent a tripla. 96-ot dob Mullenkamp. Azért visszaesett 100 körüli átlagról Boris Kricsmár átlaga is. Ugye egy százas így is összejön. Igen. 2.16, nézzük Mullenkampot. 2.40-ről. Ellenének a triplák. Ez is alatta van. Valahol kell egy tripla a kiszállóhoz. De nem jön. De az nem jön, így most Kricsmár előtt a lehetőség. Igen, pont fölhívták rá a figyelmet, hogy érdekes, hogy Mullenkampnak semmi nem tetszik, ami történik. Ő viszont folyamatosan szabálytalanul megy vissza. Ugye azt a sárga szektort azonnal el kell hagyni oldalirányban, és ő folyamatosan úgy megy el, hogy szinte hozzáér Boris kezéhez. 75, na nézzük 76-ra, Kricsmár. És a dupla 18. Ujj. Jön egy bravúr. 136-ról. Nem kell ahhoz más, csak két tripla. Tripla 17-re kezd. Ez gyönyörű, mind a kettő. Igen, mind a kettőt oda dobta. Az lehet. Igen, és a dupla 17. Mi? Jó az, igen, az jó, igen, 34 igen, és a dupla 17. 34 a dupla 17-re dobta rá az utolsót. Csak nem láttam rendesen. Két tripla 17-e volt. Igen. Itt viszont dupla 9 az utolsó nyillal, és nem dobja meg. Ráadásul belülről. Milyen furcsa állás ott a végén, ritkán van ilyen. Azt pedig megbünteti Mullenkamp, egyenlít, egy-egy. Hát ez nem a legjobb kezdés. 30. Egyáltalán nem nagyon visszaesett a játéka. Hogy jó van a kerozin, ahogy elnézem. Igen. Százas. Százas. Tehát 140 Mullenkampnál.
A harmadik fölé ment, így csak egy százas. Csak. 201-e marad. Nézőjelben, mert a hátsó pályára sokkal jobb helyzetben van, és 20-ason így már nem lesz kiszállója. Csak 60. Kicsmárnak. Jó, most fog... 139-el, ez nagyon szépen ledolgozza magát, 62. Hát ez így nehéz lesz. Megvan a tripla 10 és a dupla 16-ra van két nyila. Az első kívülről jön. A másodikat viszont belevágja. És elveszi Kicsmár kezdését, és kezdhet a győzelemért. Nagyon kiegyenlítődtek a körátlagok is, 91,1 Boris Kricsmárnál, míg Mellencampnak 89,3. 40%-os kiszálló a hollandnak, ez azért egy nagyon jó eredmény, 20-ból 8 dupla. Míg a horvátnál 23-ból 6 sikeres kiszálló. Hatvan csak Boristól. Nagyon nehéz lesz hátsó pályáról. Sima 20-as alá megy a triplának. Ez is alá megy a triplának Mühlenkampnál, és ott alul jön azért egy tripla a 19-esen. Ez most egy nagyon jó kör volt. 134-jel utolérte. De Mellencamp most nagyon nagyot dob. 180! Oh, micsoda pillanatban dobja ezt a 180-at. Ez akár a mérkőzést eldöntő is lehet, ha csak. Nem kapja vissza, de nem kapja vissza a 180-at. Egy százas elég magasan marad. Ott a, most egy búl jön, az nem a legjobb ilyenkor. De a dupla hat, az első meccs nyíl, azt mellé dobja. Így már nincs kiszálló. 44. Ismét visszatér Mellencamp a dupla hathoz. Ha ez nem egyszerű, mert ha belülről dobja, akkor nincs lehetőség. De kívülről dobja. És nem találja el. Van még visszaút Boris Kricsmár számára. 103-at meg kéne oldania. Kell az 51. Nem találja el a alulról, igen, és így viszont nincs. Úgyhogy megint kap három nyilat Mellencamp a 3-1-hez. Ugyanoda. Igen. Ugyanoda, és ez rossz helyen vannak ezek most. Bedobja. És bedobja az utolsó nyilat. Hát a végén... Tényleg teljesen, még lement 90 alá Boris Kricsmárnak a kör átlaga, ahhoz képest, hogy jártunk 110 fölött is. A végére egy 20, 15 és a 17 nyíl, 10, bocsánat, 21 nyíl. Az utolsó szedben 77-es kör átlagot dobott Boris Kricsmár. Mühlenkamp sem volt túl izmos 83-mal. Hát küzdelmes igen. Volt, inkább a vége, maradjunk abban. Mint magas színvonalú, de végül is a holland jött ki jobban a mérkőzésből. Így van, 3-1 tehát, jön Ryan Searle és Danny Laube.
mérkőzése néhány perc múlva.
doesn't make any sense to me. But who am I to question my feelings? I'm leaving you for someone else, but it's not who you might think it is. It's someone who you're already loving. I've been over this for a long time now, and I finally know where my heart is. This is our last kiss, and I hope you know that I thank you for making me see it. I never meant to hurt you. I no, I never meant to hurt you. But I'm in love with myself. 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 I want you to know. World champs in three words. Visszajöttünk az előző mérkőzés után, nem voltak nagy kiszállók ebben a sztoriban, de az tény is való, hogy egy borzasztó jó kezdés után egy erős visszaesést mutatott Boris Kricsmár játéka. John Mühlenkamp meg folyamatosan építette föl magát, amiből aztán egy 3-1-es holland siker kerekedett ki. My greatest achievement. Számok ugye a végén, azt már mondtam, hogy eléggé kiegyenlítetté váltak. Sokkal inkább érdekesebb most jelen pillanatban, ami előttünk áll, hiszen van még két igen jó kis meccsnek ígérkező összecsapás. Ryan Searle, akit ugye sokan arról ismernek, hogy a PDC mezőnyének legnehezebb nyilával játszik. 32 grammos nyillal szokta büntetni a táblát. Az ellenfele pedig Amerikából érkezett, Danny Laube, aki hát a Championship Darts Corporation, ami az észak-amerikai versenysorozat, vagy hát szervezet, csak a Continental Cup győzelmére jutott be ide. Nézzük a bemutatást. Making his World Championship debut, a former USA World Cup representative, ladies and gentlemen, from the United States of America, Danny Laube! Ladies and gentlemen, from England, a two-time Challenge Tour winner, heavy metal Ryan Az amerikai versenyzőnek nincs jegyzett világra, most a pozíciója ugye a CDC, a Championship Darts Corporation, tehát a kontinentális kupa történt szereplésével adódóan lehet itt a világbajnokságon, az első nagy színpados fellépése lesz. Hát egyértelműen a mérkőzés esélyese Ryan Searle vitán felül áll. Hát aki az elképtelt, ő is hihetetlen dolgokat tud produkálni. Bizony. És megfordult a BDO-ban, aztán a PDC tagságát 2016 óta jegyzik. És hát az, és 38. a világranglistán, ami igen. Azért egy nagyon, igen. Nagyon jó itt pozíció. Lehet látni a nyilát, 32 grammos az a Luxley nevezető. Az nehéz. Márka, borzasztóan nehéz. Nagyon nehéz. Nem hinni az ember, hogy általában 22-23 grammos nyilakkal játszanak a legtöbben. Majdnem 10 gramm, ez majdnem olyan, mint a másfélszer nehezebb lenne az alap. 2019-ben, bocsáss meg, ugye persze, eljutott igen. A 16-ig. Így van. És tavaly pedig a legjobb 32-ig Gary Anderson, egy nagyon érdekes meccsen
Erre emlékszem is, masszám, hogy akkor én ezt talán, mint hogyha... És talán nem jön, lehet, hogy együtt volt, együtt csináltuk. Ott 4-3-ra tudott csak Gary Anderson nyerni, úgyhogy... Voltak komoly esélyei Ryan Searle-nek. Szerintem az egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkezik Ryan Searle a heavy metal becenév miatt. 93. Itt lehet látni ezeket a nehéz bombázókat, amiket elenged Ryan Searle. Glaube egy 22 grammos, teljesen átlagos illa játszik, de... Jó nagy darabok. Igen. De ugyanúgy szórján vele a 180-akat. Úgyhogy nem viccel. 16. Szörny kiszálló van. 142. Na, nem kellett parkolni. 324 van a másik. 102. Oldalon az elég sok. 40-re kerekít. És nézzük, hogy Laubinak mi jön ki ebből. Egy 141 dob azért az amerikai, a biztonság kedvéért. Dupla 10. Dupla 5. Bam! Belülről dobta. Nem sikerült, most háromnyira gyorsan elszól duplára. 45. Hát ez 45, és se túl a célos. Na nézzük az egyet és a dupla kettőt. De vissza az egyre, csak a dupla szegmens. Azt se dobja be! Ó, 6 kilat dob el! Na. Most megoldotta azért a végén. Labi leküzdötte magát kiszállóra, de azt nézem, ugye ők még nem találkoztak egymással, tehát a esti párosításban ez az egyetlen olyan mérkőzés, amely először rendeződik. 180 a dob. És közben majd kaptam egy kis információt Laubiról, majd ezt mindjárt megosztom a nézőkkel. De itt a negyedik nyíl elrontott, úgyhogy akkor folytatnám. Dan Laubinak a fiáról van szó, aki egyébként részt vett PDC világbajnokságon 99-2000 és 2001-ben. A legjobb 32-ig elment. World Match Play-en is volt 99-ben. Ez a apa, a második apa-fia páros, ugye Colin és Aaron Monk után, bár én nekem rémlik egyébként Harrington is, Rod Harrington is a fia is, de nem tudom, hogy most nem tudom pontosan, hogy ő UK Open-en vagy a VB-n játszott-e, majd mindjárt ennek utána nézünk. Az kell, az a tripla bizony, 196 marad, 191-ről jön Laubi. Jó, az a tripla bizony. 91 marad. Oh, ennyi. 2-0. Véletlen Ryan Searle. Mindenesetre úgy látszik, hogy a dart szeretete és a tudás is öröklődött a Laubi családban, és ő is balkezes, ugye azt azért ne felejtsük el, mert ezen a VB-n heten vannak egyébként, akik balkezesek. 140-es kezdés. Az előző meccsen is láttunk. Na nézzük Searle-t. Searle-nek jön a válasz. Szép a leváltásból. Nagyon sok az egyes. Nagyon sok az eltévet. A leváltás azért jön. 261-re. 45! Most viszont nem tudja realizálni újra az előnyét. Searle 120-nál van.
25 a végére. A Ryan Harrington UK Openen volt, bocsánat, meg Grand Slamen, akkor VB-n ő nem játszott, tehát akkor ez a tényleg a második apa-fia páros, akik mind a ketten eljutottak a PDC világbajnokságra. 17 dupla. Megvan a 17, és a dupla 20 is megvan. Ezzel az első szettet nagyon magabiztosan 3-0-ra hozza Ryan Searle. Közel 97-es átlaggal. Pici pihenő, aztán folytatjuk. Itt vannak a számok nyelvén, az előző szett 95,94, illetve 78,73. Hát nyilván az amerikaitól majd több kell, ha egyáltalán engedi Searle szóhoz jutni. 19, 14 és még egy 14 nyilas legjött most Ryan Searle-től az első szettben. Most az amerikai kezd, és jól nyitja ezt a leget. 99. Nagyon gyors tempóban dob az amerikai. 97-es érkezik. Második körben.
Searle pedig egy 140-nel zárkózik fel. One run of 40. 140. Lobbytól. Nagyon szép, és ő a búrra el is dobja az utolsót, így kiszállón van Ryan Searle. 167 pont. Az viszont gyönyörű 40-re kerekítés. Parádés kis leg itt rögtön az elején a szetnek. 51. 13 nyilas lehet. És be is, dobja. Az igen. Az szép volt. Azért megvillant valamit abból, hogy nem érdemtelenül van ő itt. De rosszul kesszel. Százas. És nagyon, nagyon rákapcsolt. Danny Laube. 58. Tripla nélkül. De Searle is elkerülik egyelőre a triplák. Illetve hát nagyon sok tripla egyet dob. Ez első szedben is jellemző, ez is hiba, három, de itt legalább van egy, sőt, két tripla 20. 123 és 180, kis Searle fönnmarad 3-22-n a saját kezdésében, na egy 180! Searle-nek a második. Ryan require 142. Nem lesz kiszálló ebből, 57 kell. 40-et hagy magának Searle. De jön a 120, egy szektor. Húha, tripla megvan, sima megvan! Dupla hibázik. Gyorsan dob egyébként az amerikai is. Searle egyenlít, 1-1. Számos kezdés. Száznegyvennel megy. Kezdésből Searle hátsó pályán. 93-at dob Laube. Nagyon szép. Parádés. 134. Megrázta magát most egy kicsit Ryan Searle. 140. 87 marad. Nem, 95. 87-ről. Tripla 3-ba megy. Ezt most át kell számolni. Megvan a tripla, 18, a dupla 12. Nem látszódott a nyila. 121-ről Laube. Jön a vezetéshez. A 100 fölötti kiszálló. Megvan, és a dupla 18. Bedobja! 121-ről. Segmenti a leget, és vezet 2-1-re. 91. Egy triplával 96. Száznegyvenet dob Searle. Most tripla nélkül marad. Itt vannak az átlagok, azért még van különbség Searle javára. De
Hát, de most nem Bob triplát, 2-10 marad. Ó, de szép a leváltás. 134. Parádés, szörny kerekítés. 46. Dupla 20. Pörgős meccs. Bedobja második nyillal Ryan Serve. De Laubi kezd. 99 a kezdés első körből. És most nézzük, hogy Serve megrány gatja egy kicsit itt a dolgokat. 140-nel indít. Gyönyörű. Laubi nem akarja elengedni ezt a szettet. Ez most látszik. De Serve sem. 140-et dob ismételten. És már is 2-21. 102 fölött az átlag, most nem szabad tripla nélkül maradnia, de tripla nélkül marad, 57-et dob csak Laubi. Serve kiszállóra mehet, és ez a tripla, ez már azt is jelenti. 140, háromszor egymás után dob 140-et, 81-e marad. 60. Csak 60, 148-an fönn ragad. Megvan a tripla és a dupla, az egyenlőség fölötte van, az, és az is fölötte van. Most nem jön. Dob egy triplát. Még egyet, dupla 14! 148-ról a 121 után. Egyenlít Laubi. Ez parádés volt, ezt a mindenit. Na hát... Egy ilyen befejezés után gyorsan szusszanjunk egyet, és várjuk a folytatást epekedve. Take me on a spree through every part of me, orange.
százalék különbség az átlagokban, de viszont a kiszállózás ott alulról a második sorban is óriási különbséget hát mutattál, még nagyobbat is. Igen. Úgyhogy ennek köszönhető az 1-1. Hát meg annak, hogy Laubi valóban egy 121 és egy 148-as kiszálló. Na ez a különbség a szettes és a leges bontásban. Ugye lehet látni, most jelen pillanatban a leges bontásban játszanának 5-3-ra vezetne Ryan Searle. A szettes bontásban meg egálba annak 1-1. Tehát ezért beszélünk róla mindig, ugye a Grand Slamen is beszéltünk róla sokat, hogy a hosszú leges mérkőzések mennyire más stílusúak és mennyire más lelkületűek, mint a szettes világbajnokság. Hiszen itt ugye három leggel ugyanolyan értékű, ugyanolyan mennyiségű szettje van Laubinak, mint Ryan Searle-nek, aki már 5 leget megnyert a mérkőzésen. Úgyhogy nyilván ez egy egészen másfajta játékstílus. Nagyon kell figyelni a szetteknél. Hiszen hiába nyereget valaki állandóan két leget szettbe, hogyha a másik meg hármat, akkor pont vereség marad, lesz a vége. Ó, egy 180 Laubit, nagyon megjött az önbizalma. Az elején egy picit akadozott a fókuskerék, de itt most Ryan Searle meg egy 140-nel leteszi magát 40-re, 13 nyilas lehet. És most ez meg 12 nyilas. Ó, az már megjött volna egy 124. Hát igen, ez kemény lett volna. Dobnia kell Searle-nek, a kiszálló, dobnia kell, mert bajban lesz. Bedobja. Bedobja az utolsó nyillal. Odaereszti a nagy kalapácsot. Ott a dobja. 60-nal kezd. Jött közben érdeklődés Richie Burnett-tel kapcsolatban. Hát ugye folyamatos, az eltiltása után folyamatosan küzdött azzal, hogy visszakerüljön. Challenge túrokon játszott, de igazából nagy eredményt nem tudott elérni. Az eltiltása után volt egy komolyabb 18 hónapos eltiltása. Illetve van még kérdés, a dobás technika összefüggésben van a nyílt típussal, vagy az egyéni stílus kérdése, inkább fordítva. A dobó stílushoz és a kényelemhez kell igazítani a nyílt készletet, tehát nem a nyílkészlethez a dobó stílust, hanem nyilván mindenkinek van egy egyedi dobás technika, amit lehet egyébként alakítani, fejleszteni, de alapvetően a nyilat kell hozzá megtalálni, hogy az jó lesen eldobni. Nagyon bepörögtek. És közben, jaj, de nagy mázli van, bár egy tripla ötös, de azért megmenekítette. És oda néz Szörny is, hogy tolja a triplát, nagyon 140, megy utána. Nincs tripla, nincs kiszálló. Az első körök kicsit rosszul sikerültek Searle-nek, így most az ötödik körben 95-re megvan az 57, bedobja. És a 38-at is bedobja. 2-0. Kicsit változott. 14 nyilas hátsó pályáról Ryan Searle-től. Az 40 elkezd. Igen, itt Wayne Mardulek is azt elemzik, hogy ez mennyire önbizalomtól duzzadó dobás volt Ryan Searle részéről, hogy a 95-nél simán ráment a tripla 19-re, holott ugye azért legtöbbször ilyenkor a búra mennek rá. Nagyon jól játszik, már ő is bőven. Ugye Ryan Searle 103,09-es átlagon van, most ez is följebb fog menni, de Danny Laube is 94,3. Most mondjuk 19-esre kellett volna kezdenie, hogy kiszálló lehessen. Itt a tripla megvan, az gyönyörű, a 21 megvan!
És a 40. Igen. Dupla 20. Csoda kerekítés ez is. És bedobja Ryerson. Kettő. Ez sima. Egészen kimagasló, 104,16, ezt tudná tartani, megdönthetné a délutáni Daryl Gurney rekordot, ami 99 fölötti átlag volt. Meg lehetne az első 100 fölötti, ha ezt tudja tartani Ryan Searle. Már pedig egyébként Danny Laube rákényszeríti. Remekül játszik. 99,19 egész pontosan. Ezek a leváltások remekek. A 140. Csak oda figyelt, még ilyen lebigyeztett száj széllel azért csak oda dobott egy tripla 20-ast. Ott is jön el a tripla. Azt a mindenit, de jó meccs. 132 marad. Mind a kettőjüknek nagyon fekszik a tempó. Csak 60 dob viszont most szölt. És ez 156-ot jelent, ami magas kiszálló. Nem volt kiszálló, egy kicsit elkésett a kiírás. 68 marad, 156. Nem lesz, kellett volna a tripla elsőre. 88-at dob. 88-68. Ó, nem találtad a dupla 20-at. Na most jön. Neki is egy nyira lesz kiszáll. Jaj, nem, egy sem lesz. Mert az egy 11-es, úgy pedig 37 marad, az meg nem kiszálló. Hát ezt most biztos büntetni fogja az amerikai. Bizony, dupla legalábbis a darts alapszabálya így szoktak működni. Hoppá! Dupla 5. Dupla 5, az utolsó nyira nem bünteti meg. Ryan, you require 24. Ezek a hibák nem férnek bele Ryan Searle ellen, itt is van a... Ő büntette meg Laubit végül. Egyes. É, 20. 39. Kezdésből, most kisi hullámvölgybe kerül Searle, mert Laubi 140-nel indít hátsó pályán. Nem jön a tripla. Kicsit szétesett a Mazernél. Ott viszont jön kettő is. És gyorsan lemegy 2-21-re. Na most jön. És most egyből három jön. És még egy 140, 81-re megy le. Dan Laube. 170-ig tudott leközelíteni, gyönyörű 11 nyilas, bedobja a 11 nyilas. 81-ről. Visszaveszi. Vissza bizony. Parádés. Nincsen tripla, csak az ötösön. Itt viszont nagyon jön. Százas. Hú, Laube, nagyon tolja. 180 a dob, Laube. A második 180 a mérkőzésen. One right on 40, then you require 121.
Nem jött a 60 most. 89 marad, és a dupla 10 bedobja. 2-1. Kontrolyra vezet. És megint az egyes kezdi. Elképesztő. Most egy kicsit annyi egyes megrekedt, dobott, igen. Vagy a szimpla, vagy a tripla, vagy a triplába, hogy az szerintem... 16. Összesen eddig pályafutása során nem dobott ennyi egyest. Igen, lehet. Na, ez azért már Ryan Searle. 140. Berántotta a harmadik szettet pillanatok alatt, de lehet, hogy elbukja a negyediket. És akkor bizony döntő szett valami, ugye? Kicsit azért már... Igaz, hogy ő kezdené, de akkor is. Egy lendületben lévő játékos ellen az nem egy életbiztosítás. Mindig így 100-as fölött, 100 fölött az átlaga. Igen. Csak viszont csökken. Most viszont Laubi is hibázik. Ő még bazírozhat arra, hogy egy döntőlegben elvigye a szettet első pályáról. Gyönyörű 140-et dob. 48 marad. Most nem jönnek a triplák. Egy szektor, 6-10, dupla 16. Ezúttal nem ezt találja a 8-ast. De a dupla 20-at nem találja el. Hát még azért lehet lehetősége dobni a duplára. Így most már biztos, hogy van. Főleg, hogy 20-asra dobta a második nyilat is. Megvan a dupla 10, ezzel 2-2. Na és akkor most megnézzük, hogy jön-e döntő szett, vagy pedig elviszi Ryan Searle. Nagyon rosszul kezd az amerikai. Mal operál. Searle-nél jön a két tripla, a három tripla, 177-et dob, ez most nagy előny. Kell a két tripla, Laubit, aki bedobja a 134-et. Parádés, 240-re Searle, megvan az első tripla, az alatta. 140, lemegy 100-ra Ryan Searle. 216. 140, itt is jön, 76, egészen parádés. És ott a tripla és a dupla meccs díjért, dupla 10. Nem találja el Ryan Searle. Dobhat az egyenlítésért Danny Laube. Sima. 16, és a dupla 20. Nem dobja, de nagyon igen, az úgy annyira fölé, igen, körülbelül. És a dupla 10. Nagyon mellé. Az belül, és a dupla 5. Nem dobja be! Nagyon nem volt ez meg fejben, viszont itt a dupla 20. Ez most meg alá. És a dupla 10-zel egyenlít. 2-2. Meccsilai voltak Searle-nek, és aztán ez most nehogy visszaüssön majd a döntőszedben. Hát ha elfelejti, nem üt vissza, hogyha a fejébe marad, akkor még az is lehet. ...140-nel kezd, úgy tűnik, hogy lehet, hogy kikapcsolta most ezt. Egy ötös. Tripla nélkül, Laubi. Jó meccs. Még egy 140 Ryan Searle-től. ...96. 100,3-as, 100,8-as átlagon. Szóval... 121 marad. Tessék? 121 marad, igen. Kiszálló is 35,7.
Ryan Searn és 40% Danny Laubinál. Ez nagyon fontos a kiszállózás ezen a meccsen. Nagyon komoly faktor. 87-et dob. És 34 marad. 57 nagyon fönnragadt most Laubé az első legben. Dob egy 10-est. Dupla 12, bedobja Ryan Searle, 1-0-ra vezet. Elkezd Laubi. Az is 140. Ez a 23. 140. 20-osa. És 13. Laubinál. Levált. De ez most nincs tripla. 58, így hátrányba kerül. Hát Laubi egészen elképesztő. Amit így néha kezdésből összerak, most ő dob zsinórba ára 140-et. Most csak 58, szinte ugyanaz a képlet, csak fordítva, mint az előző legben. És meg is nézte, hogy Ryan Searnnek nagyon sok pontja van. Rámegy a tripla 10-re, dupla 16, nem jön össze a négy körös. Ryan Searn nagyon elengedni tudja most ezt a leget. Ezt érzi, hogy nem... 16. Hát igen, csak ugye, ha most nem dobálta volna, akkor ott lett volna ő is kiszállón, szóval ebben ez mindig benne van, és aztán meg most lehet, hogy dob egy nagyot, és ki fog szállni. 138. 52 marad. 4. 2. Bedobja. Bedobja az utolsó nyíllal. 1-1. Alexi Kapiter Ryan Searnnek, de azért az első pályáról 140 nagyon jó. Jön a válasz. De jól dob ez a srác. 140. Vissza dobja. Itt már nem lehet hibázni. 140-ek. 3 egymás után. Fölvehették volna Magnóra. Most nem jön a tripla. Aki először nem dob 140-et, az kikap a legben. Hoppá, ez csak 85, azért elég magasan marad Ryan Searle. Ha jön a 140, akkor a nyakán lesz, így nem. 6 nyila van 136-ra Searle-nek. Ott az első nyíl rendben. Ez fölötte lekerekít, marad a 40. Bedobja első nyíra. 2-1-re vezet. Mindössze egy legre van szüksége, hogy tovább jusson, de hát nem volt már meccs. Nagyon küzdelmes meccs, igen. Akármi lesz a vége, ez az amerikai fiú megmutatja, hogy nem szabad félváról venni. Akár most, akár a következő körben, akár bármikor majd. Százas! Van a hátrány. Nézd meg, csak 100. Na jó, most 100-at dobott csak, nem 140-et. 140 jön viszont Ryan-től. Egy kis nyomás megint az amerikaira, de ezt jól kezelik. Nincs kiszállója. Azt a mindenit. Az a tripla 5 nagyon nem jött jól neki, de hát ő is elrontja a 81. Na hát így viszont már nem olyan nagy probléma az a 166. Tripla 4. Ez már annál inkább. 115 marad. Mert ott megjön a tripla. És ha dob még egyet, akkor egy nyíra lesz 100. Akkor 80 marad. 115. Ki kell szállni. Ott van a 38-ra! Ryan, you require 80. Most nem lehet el kutyavetyélni. Sima. És a dupla.
nem dobja be a meccsnyilat megint. És itt a lehetőség Laubinak. Egyenlítsen. Nem dobja be. Nem dobja be! Pedig nem mert rámenni a dupla 19-re, leegyszerűsítette magának, de nem sikerült, és Ryan Searle sem dobja meg, hát ez hihetetlen. És hagy magának egy dupla egyet. Elképesztő. Dupla 7. De miért? Ezt az effektet akkor mégiscsak hallják, ahogy látom. Nem találja el. Na mi kell? Mi kell még Searle-nek? Hát ennyi lehetőség azért nem sok van. Most megint három mesnyi dupla egyre. Bedobja. Na, bedobja a másodikat ebben a körben, de... Hát az elég nyögvenyelős volt Ryan Searle-nek abban az értelemben, hogy nagyon küzdelmes lett a meccs. Itt a végét egy kicsit elrontotta Danny Laube. Egészen parádés kis játékost ismertünk meg a személyében. Majd ha a US Masters lesz megint a World Series-ben, akkor biztos találkozunk vele. És Ryan Searle-nek meg kellett egy 98-as átlagot dobni ahhoz, hogy egy nagyon izzadós meccsen le tudja győzni őt. Jó kis partik igen. voltak. José de Souza és Ross Smith következik rövidesen. Tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up.
Hát egy meccsünk van, ugye jön José de Souza, aki ugye megnyerte a Grand Slam of Darts-ot idén, óriási siker ez a portugál játékos, de főleg azt hiszem, hogy ugye a PDC nagy major tornák többségén azért a legjobb 32, vagy épp a legjobb 16 volt a végállomás. Abszolút, azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb mérkőzés lehet a mai nap folyamán, bár azért voltak itt már izgalmak, de Ross Smith azért egy igen jó játékos. És hát José de Souzáról meg hát igazából csak szuperlatívuszokban lehet az utóbbi időben beszélni. A Grand Slam győzelme után azért nagyon nagyot ugrott a PDC játékosok ranglétráján, és most nem is a számok értelmében, nyilván úgy is, de az ázsiói annyiban megnőtt, hogy az esélyesek közé besorolták most már abszolút. Az ötödik legesélyesebb a VB győzelmére. Igen, itt egy kicsit még beszélgetnek a hölgyek és Wayne Mardul. Szóval mindenféleképpen azt gondolom, hogy De Souza a mérkőzés esélyese, de nem írnám le egyáltalán Ross Smith-t. Meglátjuk, hogy mit hoz majd. Ugye voltak itt már azért meglepetések is, meg voltak nagy fordítások. Nem tudott még tovább menni. Ugye eddig három világbajnoksággal játszott, és mind a három alkalom az első körben búcsúzott. 2012-ben volt az első fellépése, aztán egy kicsit szünet következett, és 2019-ben tért vissza. De ott sem sikerült. De bár már még azért ilyen 75-ös átlaggal kapott ki Devon Petersentől egyébként 2012-ben, tehát ez még nem ugyanaz a José de Souza volt. És legutóbb pedig Damon Hatta volt az ausztrál a végállomás. Most viszont Ross Smith az ellenfél. Jönnek a bevonulások. And now, ladies and gentlemen, all the millions of viewers joining us around the world, it's time to meet the players from England, taking part in his fourth World Championship, the UK Open quarterfinalist, Smudger Ross Smith. Ladies and gentlemen, from Portugal, the newly crowned World Grand Slam champion, taking part in his fourth World Championship, time to meet the special one, José de Souza! Ugye pillanatok alatt José de Souza ott találta magát a PDC világ elitjében, 14. helyen áll jelenleg a világranglistán, ami egészen káprázatos teljesítmény. Itt Ross Smith adatlapját láthatjuk, 31 éves, és az első körben David Evans ellen tudott nyerni 3-0-ra. Ugye de Souza második kiemeltként a második körben csatlakozik be itt a küzdelmekbe. És ahogy már mondtad, eddig még nincsen nyertes mérkőzés a világbajnokságokról. Hát azért ez egy remek alkalom, hogy az ő berobbanása az élmezőnybe egy ilyen meseszerű történet volt. Ezt ugye a Grand Slam-en többször el is mondta. Pár évvel ezelőtt még otthon ült a kanapén és nézte a világbajnokságot, és természetesen már játszott akkor itt ugye, de valahogy megszületett a gondolat a fejébe, hogy azért csak hagyott némi nyomot az a 2012-es szereplés, és az elhatározás után már a tettek következtek, és rengeteg munkát belefektetett abba, visszakerüljön a PDC vérkeringésébe, áldozatokat hozva, hogy a családtól messze távol folyamatosan.
egyebek, de mégis valahogy úgy érezte, hogy ez az élete célja, és hát ezt megvalósította. Most már azért elég komolyan számolnak az ő játékával. Smith kezd. Elég rosszul. Ez az, amikor azt mondják, hogy minden jött. Egy jó 13-mal bekezdeni. Hát de Szóza azért nem így tesz. Ő rögtön csak tripla 20-asokkal. Tessék, 140. Jött korábban egy kérdés egyébként, hogy a dartsban a kedves nézőnek azt tetszik, hogy nincsenek tele a játékosok mindenféle politikai üzenetekkel, vagy logókkal, vagy pedig mozgalmakkal, és hát az sem, most már ő sem nagyon, ugye most már ő is levette az uniós, azt le, és már Nagy-Britanniának a rendszámával szerepel. Azért ezt erősen szeretik kerülni a PDC-nél, tehát nem... De gondolom, nem is engedik, nem? Nem nagyon, hát a játékosoknak egyáltalán, aztán vannak olyan dolgok, amiben szervezetileg beleáll a cég, mert mondjuk inkább cégnek, mint szövetségnek, de a PDC önmagában beleállt már egy-két olyan 96. mozgalomba, amit ugye hirdetett, de alapvetően nem szeretik és nem engedik, ezért próbálják meg minél inkább kerülni azt, ami feszültséget tud szítani a dárcos közösségben. Inkább jótékonysági dolgokra hívják fel a figyelmet, akár azt a kis emberkét meg lehet nézni ott Paul Hinksnek a gallérián, vagy egy jó pár játékosnál. Van egy brit prostatarák elleni alapítvány, mozgalom, aminek egyébként alapítója és egyik legnagyobb élharcosa Martin Adams, aki ugye ő maga is ebben a betegségben szenvedett, most remélem már a gyógyult kategóriába tartozik. 56. Úgyhogy azért mondom, hogy itt azért nem jellemző az, hogy ilyesmik beleállnának. Természetesen volt egy pár ilyen, de azt általában nem is a játékosokon erőltetik, hanem inkább a műsorvezetők szoktak olyankor valamilyen szinten kiállni valami mellett. De ez valóban itt nál, tehát a dárcosoknál annyira nem divat, mint mondjuk amit láttunk idén fociban, vagy ott közben egy 108-as kiszálló rossz visztó, azért csak megoldott első pályáról, vagy Forma 1-be, vagy bárhol, az ott azért annyira nem dívik. Maradjon is ez így. Én is azt gondolom, hogy azért persze vannak dolgok, amik mellett ki kell állni, és felhívni a figyelmet bizonyos dolgokra, de alapvetően itt a sportra helyeződjön a hangsúly és a figyelem. 99. Ott van csak. Na, ez most nem a legjobb. Bizony. Kis meg rekedés a játékban Szózától. De Ross Smith pedig 140-nel. Na most 180. Megjön az első a Szózától. Kérdezik tőlem, hogy szerintem De Szózát láthatjuk-e idén a Premier League-ben, gondolom 2021-re gondol a kedves néző. Hát szerintem azért ahhoz kell egy kicsit domborítani még itt a VB-n. Mondjuk megnyerni. Vagy legalább elmenni meg az elő. Semmiképp sem kikapni az első meccsen. Tehát azt mindenképp el kéne kerülni, hogyha szeretne, de azért dupla 16 közben. 74. Nem vagyok benne biztos, hogy Premier Ligába még be fog kerülni, de ha itt most nagyon domborít a VB-n, és az első 10-ig föl tudja hozni magát, akár a ranglistán, akkor benne van a pakliba.
még ha nem is Lista számít, de itt közben Ross Smith nagyon nem úgy gondolja, hogy megágy az José de Souza Premier Liga helyének, hanem inkább ő azzal foglalkozik, hogy tovább jusson. Illetve még gyorsan akkor a mai nyereményjáték kérdést elmondom, mert azt is kérdezik itt páran, lehet, hogy később kapcsolódtak be a közvetítésbe, majd 180. Ez most megvárom a következő kört, ha nem baj vele. Ajaj, ötös. 85. Alá ment. Na halljuk. Szóval a kérdés az, hogy ki nyerte 2020-ban a Grand Slam of Darts versenyét. Ennek a játékosnak a nevét kéne elküldeni a PDC nyeremény jatek@gmail.com e-mail címre, és majd sorsolás után értesítjük a nyerteseket e-mailben. 60. Csak egy 60 a 85 után, itt nagyon érik a sima 1-0 Ross Smith javára. Pont. 180-nal se lenne kiszállón de Souza. Azért kapaszkodik egy 140-nel. Nem lesz 170. Oh. 65. 65, kipattan a harmadik nyíl a tripla mezőről. Nézd csak. Igen. Megütötte. Az jó, és a dupla úsz, majdnem még egy 120-os bedobott. Nem érzi egyelőre de Souza. Ó, de nem érzi. Lesz mit átgondolni az első szünetben neki, az biztos. Bedobja. Hát ez sima 3-0. Ross Smithnál az előny, Smithnél bocsánat. 1-0-ra vezet. Rendszem. Győztes ellen, de hát azért hosszú még a vége. Hosszú még az út a végéig. Minden esetre az előny megvan. Szokásos rendszer szünet, aztán mi is folytatjuk. We'll be right back.
Szóza nem vágta ki. Így van. Hát most még... Sima 3-0, 11. kiemelt. Ébredezik. Nem igazán érezte. Hát nem volt túl sok lehetősége sem, de azért 88,6-os körátlaga van, 102-es első 9 nyíla, Rossmithnek 90,78 az első 9 nyíla, de 92 a körátlag. Így aztán a 60%-os kiszálló az nagyon jól mutat a neve mellett. Egy 18, egy 14 és egy 17 nyilas leg Rossmithnél. Kérdezték, hogy ez valami előírása, hogy így össze kell öltözni színekben a játékosok, de nem, egyébként borzasztóan nem. Nem is tudom, miért van most a mai nap folyamán, tényleg egyébként volt már ilyen. Azt hiszem, talán az egyik japánnak a meccsén volt ilyen, hogy mind a ketten fehérbe voltak. Most megint egy picit jobban kezd Rossmith. Jön a válasz 140 formájában, José de Souza-tól. Kilenc, most egy picit döcögős. Ó, egy 180 de Souza-tól. A második neki. Mérkőzésen le is rakja magát 36-ra. Lehet, hogy jön a válasz Rossmithtől. Jön bizony. Az belül. Ajaj, van gond a kiszállóval, de Souzánál. Most már nincs is folytatás. Marad a 8 pont. 64-ről ezt a leget is elviheti. Meg is van a tripla és a dupla 8. Rossmith. Ó, nem találja el a duplát. Azt a mindenit. Ta, most aztán jön már. Az első leg megvan. Nem is könnyedén, de... Talán elég nyögvenyelős ez... volt az első leg, amit behúzott. Néhány falat. De. És az 180. Nagy kérdés, hogy mondom, ez a nyert leg ez mennyire dönt le. Hogy dönti le itt a gátlásokat idézőjelbe. Elcsúszik az ötösbe. Ez most egy rossz kör volt. Százas. De ez az ág egyébként, 140. Ez az ág ugye Gervin Price ága, és azt nézem, itt még azért... És ugye itt van még, ha jól látom, Aspinall is. Bizony.
1-1. Gyönyörű 166-os kiszálló parádé. És ugye derül Görny is ezen az ágon. Haladgat majd, úgyhogy... Hát ennél csak nehezebb meccsek lesznek. Igen. Aki itt nyer, az pedig játszik majd a Mervyn King Max Hopp találkozó győztesével. És aki ott nyer, az találkozhat Gervin Price-szal. Hát már amennyire Gervin Price túljut mondjuk Jamie Lewison, és dúlja majd a Brendan Dolan Edward Hawkins találkozó győztesén. 99. Ugye láttuk ma Edward Folkst, aki a japán színekben indul, édesanyja japán, és Velszi apukával, és egy nagyon meglepően jó játékkal rukkolt elő, és sima 3-0-ra elintézte Magda Deckert. Na, ez az jó 125, Szózától kiszállózás látható. Itt a tripla 20-as, a második nyíla, meg a harmadikkal is. 35. Most 84-re megy le, Smith ugye 2-88-on van. Nézzük 84-re, azért a Szózát. Megnézi, hogy mennyi van az ellenfelének, nem kell rámenni a búrra, nem is megy, hanem dob egy 48-ra egy újabb 16-ost, így 32 marad. Ross Smith pedig nagyon magasan. 52. Szerintem búra dobott, de 12-es lett. Bedobja a dupla 16-ot, de Szóza 2-1-re vezet ebben a szedben. Nagyon jó kezdés egy 180-nal. Idén van már 9 nyilasa. Igen. Szózának. 45. Viszont most nem jön a tripla az első két nyira, sőt a harmadikra se, 60-nal folytatja. Ez egy gyönyörű 140, elég érdekesen álltak benne a nyilak, de hát a lényeg, hogy benne vannak. Ott is jó a tripla lent, 19-es, sure. Még egy. Igen, Csümső is szépen lemegy. Igaz, hogy nem kiszállom, 180 a marad, 121-ről. Oh, nagyon elment a 71-re a tripla 13. 50 pontot hagy magának, de Szóza.
Ott a két tripla, ki kell emelni, megvan 140-nel, 40-re leteszi magát Ross Smith. Ki kell dobni? Bizonyám. Megvan a 10-es és a dupla 20 José de Souza-nak. Az alatta a dupla 10, bedobja, ezzel elviszi 3-1-el második szettet. Így egy kicsit javultak a győzelmi esélyei. És hogy folytatódik majd a mérkőzés és szünet nélkül, igen, hogyan fejeződik be, azt majd egy mostani igen, szünet az utolsó után szünet jön, aztán jövünk vissza most. This heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? Think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose. An argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Here more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Nem egy pörgős meccs, egy-egyre áll az utolsó, a mai nap utolsó találkozója. Láthatjuk a esti eredményeket. Jamie Lewis 0-2-ről tudta megnyerni a saját maga találkozóját. Tényleg egy kiváló játék a Lukuthansa ellen. Ron Mühlenkamp végül legyőzte 3-1-re Boris Kritschmart. És Ryan Searle és Danny Laube játszott egy kiváló mérkőzést. Így van. 3-2 a Ryan Searle-nek, tehát itt is az esélyesebb ment tovább, és most pedig a Grand Slam győztes portugál kínlódik. Persze mondom ezt idézőjelben, mert azért most már hozta a szettet, na megdob egy 180-at itt így hirtelenjébe, átcsó pályán, ezzel kezd a harmadik szettben.
már a negyedik neki a mérkőzésen. Rossmithnek is van 3. Nem is mondtam az átlagokat, meg ezeket, csak hát, hogy... 94-77. És mégis úgy tűnik, hogyha kínlódna, nem? Igen. Ott a negyedik nyíl. Dobja az ötödik is benne. Ó, a hatodikat fölé dobja. Ezt a mindenit elönt az ideg ilyenkor. Ugye a VB már 2016 óta nem volt 9 nyilas egyébként, úgyhogy megint elég régóta nem közvetíthettünk a világbajnokságról tökéletes leget. A legemlékezetesebb talán Paul Lim kihagyott 9. nyila volt ebben a tekintetben. Ez mikor volt? Ez 2 éve volt? Szerintem 3. Lehet, hogy már volt 3, és már időzavarba vagyok ilyenkor. Ott jön egy tripla, meg ott jön egy, és a Bulla 167! Azt a mindenit, de hát így is kedvezőbb helyzetben. Rossmith, de Szózának kell a tripla 18, azt bedobja, és neki is a Bull. Ő se találja el. 14 nyilas lehet Rossmithnek, ha elsőre kidobja majd a kerekítő nyíl után a dupla 8-at. És kidobja. Bedobja. Nem túl combos kezdés Portugáltól. Ugye nem vartuk el azt a szállat, szóval azért volt ez nagyon emlékezetes, ez a Paul Lim féle kísérlet, mert ha megdobta volna, akkor ő lehetett volna az egyetlen játékos a világon, aki a BDO világbajnokságon is dobott 9 nyilast, és a PDC-n is. Egyébként tegyük hozzá, hogy most már ugye ott tartunk, hogy lassan ez azért lesz kuriózum, mert a BDO az ki lehet a lelkét gyakorlatilag. Lesz most? Yes, nem. Nem. Hát ők anyagi csőd felé elég teljesen haladnak, és de most ezért nem lesz, hogy maga a járvány miatt. Nem a járvány miatt, hanem a vezetősége miatt, főleg Des Jacklin, illetve a Jacklin házaspárnak a hathatós tevékenységének köszönhetően gyakorlatilag csődbe vitték. De hát ez már látszódott tavaly, amikor a világbajnokságnak a pénzdíját iszonyatosan levitték. De nem is kapták meg a pénzt, most meg a kupának a visszaadása miatt fenyegették meg a világbajnokokat, szóval elég kaotikus ott a helyzet. Majd a VDF próbálja pótolni azt az űrt, amit hagynak maguk mögött a BDO-s rendezvények, de hát ahhoz el kell telnie legalább egy évnek, hogy az fölépüljön az a rendszer. És semmiképpen sem egy ilyen évnek, mint az idei volt. 100-as, 32-re Szózát egyenlíthet. Bedobja a dupla 8-at. 1-1. 1-1-1-1. 15 nyilas leg a Szózától. A 2018-as VB volt az, igen. Kiesett, bocsánat. Jött, semmi baj. Teljesen az átlagok is gyakorlatilag. 100. Igen, nagyon kiegyenlített összecsapás. Az 40-et dob Smith. Az a tripla 19 nagyon kellett most, a második, vagy a harmadik nincs benne. A
60. Csordogál ez a leg. A tripla húszas, de megint ugye a Matek de Szózánál bejátszik. 305-nél nem kezdett 18-asra. Megvan a 25-ös, 17. Az is jó, dupla 8. Ó, besokal, te jó ég! Visszamegy 92 pontra. Mint a kinevet a végénben, mintha leütötték. Még így is jó vissza. Lehet. Kell is a tripla, megvan. És a dupla 18 nem találja el. Ilyen lehetőségeket pedig nem kellene kihagyni. Egyrészt igen, eléggé sokáig tartott a dolog. Most és megvan. A dupla 16. És a dupla 16 az előbb jött. Most nem találja el. Jött, amikor nem kellett volna. Itt lehet a break. Dupla 9-el. De Souza. Bedobja a dupla négyet. Elveszi Smith kezdését, és kezdhet a második szettért. Meglátjuk azért, nem olyan egyszerű ez. 134-jel indít, bocsánat. Na, hát ez csak egy tripla hetes. És csak 60 az érték. Azért Smithnek egy kicsit visszaesett ám a játéka a kezdeti lendülethez képest. Most már megint levált. Jóval magasabb átlagon, de Souza itt lehet látni. 96-a folytatja, de Souza. Viszont most dob egy triplát, Smith fent. Még egyet dob. 140. Ez jó. Na, most jön egy ilyen lenti? Lehet. Az jó is neki. 171-jel 100-ra mehetett volna le, de így sem csúnya, ez is kiszálló. egy tripla. Ó, az a tripla 5-be megy, elcsúszott. 135-öt dob. 166, így aztán oda a lehetőség. 6 nyíl. 6 nyíla van bizony, 138-ra nem mindegy. És így nyugodtan le is rakhatja magát 40-re szépen, kényelmesen. Ezt meg is teszi, de Souza. És magához ragadt. Megint egy ötös. Szektorhiba. Még egy. Ó, csupa 5-ös. 35 pont. Bedobja a harmadik nyíllal. Ezzel elviszi a harmadik szettet a portugál, és 2-1-re fordít. És kezdhet egyébként. 94,74-es átlagon van José de Souza. Mi lett Ryan Searle átlaga végül? Bocsássolsz. Majd nézem egy pillanat. Ezt a szettet 99-es átlaga hozta de Souza. Már is mondom neked. 98,31 lett Ryan Searle átlaga. Azért az nem rossz egyébként. 89 volt Danny Labou. A második átlaga van Ryan Searle-nek jelenleg a tornán, Gurney még mindig 99,19-el vezet. Nem
Nem dob triplát, De Souza. Nem dob triplát. Swiss előnyben van most már egy picivel itt a hátsó pályát nézve. Most jön a tripla 20-as. Ó, egy egyes. Egyesbe. 81. 81, ez kevés. És ebben a szedben ugye ő kezdett, tehát itt elméletileg akár a meccset is behúzhatná. 85. Ez 85. És is sokkal jobb, de... Hát az 54. Szép. 125. Csodás, de nem kiszálló megint csak. Mit gondolt? Milyen úgy 305-nél 20-asra kezdett. Ugye a 140-et dob 305-nél nem kiszálló. 18-asra kell kezdeni. És akkor van esély rá, hogy kiszállóra lemenjen. Vagy búra 25-össel, az is jó, akkor két triplával utána meg lehet a kiszálló, de... Éjj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 j
127. Ott a tripla 20-as. A tripla 17 és a dupla 8. Bedobja! Meg lehet tapsolni, ez tény és való, csak nem olyan, tényleg nagyon értettem, hogy mit akart. Főleg itt az utolsó körében lesz hozzá, amikor 180-ra ment le. De mindegy, hát ő is. Ő játszik. Így van. 100. Százra száz a válasz. Látom egyébként a kérdéseket a Premier Ligával kapcsolatban, de hadd ne kelljen ezekre válaszolni, elnézést kérek, de úgy érzem, hogy még annyira korai. Ez ugye a világbajnokság utolsó napján szokták kihirdetni a Premier Liga mezőnyét. Én azt gondolom, hogy várjunk azzal egy picit még, mert látni kell ahhoz, hogy bármilyen véleményt is tudjak mondani, hogy kinek van esélye bekerülni a Premier Ligába, hogy hogyan alakulnak a körök, és az első két-három kört azért szeretném ezzel a véleményemmel megvárni. Úgyhogy majd erre térjünk vissza mindenképpen a karácsony utáni időszakban, vagy inkább a január első pár napjában. És ott van egy 180 közben, de Szózától. Már az ötödik neki, és ezzel a 11 nyilas lehetőség is adott számára. Azok után, hogy végig szenvedi a saját kezdését gyakorlatilag, utána dob egy ilyet hátsó pályáról. 87-tel. Viszont majd rá kell mennie a búrra. Nem, a dupla ötre. És belülről dobja, így 5 pontja marad. 103-ra a Ross Smith. Megint egy 100 fölött itt produkál. Dupla 16-ot kell dobnia. Nem sokkal dobott mellé. Megvan az egyes, a neheze. Fontos egyébként, mert ha most meg tudja nyerni hátsó pályáról, akkor azért egy-egy is van, egy-egy. És ő kezd. Kicsit összekapja magát kezdésből, akkor előny is lehet ebből.
most alá megy. 93,9-es átlagon, de Souza 93,3-ason. Smith, de nem kezd jól megint kezdésből, első pályáról. Fogtré. 140-et dob viszont Smith. Na most dob egy triplát Souza is. Meg még egyet. Meg egy harmadikat. 180. Szépen kompenzált az első körét. Hatodik 180-val. Tizedik a meccsem. Tizedik? Kilencedik. Három van Smithnek. Újabb 140. Na, lehet, hogy megörülleg ezt, hogy figyelj, jön egy 180. Nem. Megint 58. Két 58 és egy 180. Így 205. Na nézzük Smith-t. Mindenképpen előnyösebb helyzetben lesz Smith hátsó pályáról. Most kell De Souzának egy nagyot dobnia. 21-en maradt az angolnak. Nincsen tripla, a másodikkal igen. 140, na hát ez az a dobás volt, amire mindenképp szüksége volt. De hát Smith már mutatott pár kiszállót. Nézzük 51-re, bedobja, és a Bull 2-1-es vezetésért nem találja el, ez egy 17-es lett, 33 marad, 65-re, De Souza, ez egy 5-ös, 20 dupla 20, bedobja. Hozza most a kezdést. Kicsit nyögvenyelősen, de behúzza első pályáról, De Souza. Most Smith kezd. Oh, egy szektorhiba is van benne. Hetesbe ment az utolsó, a harmadik nyíl. Na, nézzük. Ez most nem alá megy, hanem fölé, azt viszont már be tudja dobni a tripla húzba. Százas. Nem fura, mert nem nagy amplitúd, olyan széles skálán dobja. Vagy... Ez most levált. 99. Beszóhoz a 401-ről folytatja. Leesett a toll, és ezt kellett össze kapirgálni. 97 leváltás a 19-esre jön portugálnak. És jó a tripla. 140. Sokkal több a 140 plusza. Ötvenkilenc, bizony. Kicsit tripla most. De kiszálló van Smith. Na nézzük, 2.45-ről lesz-e kiszálló. 25? Igen. 65. Hát, nincs kiszállója, de Souzának. 180. És így most Smith helyzeti előnyben van. Kiszállni nem fog, mert nem jön a tripla. De dob egy 140-et. Ami azért nem rossz. 16 marad. Most nem lehet 180-at dobni. Nem, de 145, igen. És azt meg is csinálja. Ez kell is. De a dupla 8. Hátra hívázik Smith címszóval. Nézzük dupla 8-ra. A dobott egyszer dupla 16-ot rá.
Most sima 8-as jön, dupla 4. Húha, dupla 2. És nem dobja ki! Ha, de Szóza hirtelen ott találja magát, hogy három meccs nyíl a kezében. Milyen apróságokon tud múlni a dolog. Tette fel a kezét. Bedobja. És bedobja a második nyilat. És megoldja. Grand Slam győztes. Nehezebben, mint gondoltuk szerintem, de azért nem volt ez egy olyan nagyon könnyű mérkőzés. Egyikőjüknek sem 94 fölötti átlaggal nem sikerült egyiknek se befejezni. 93,9 és 93,7 közel egyforma mutatóval. Úgyhogy... Kedves nézőink, ez tehát a vége. A Portugál tovább megy, az első győztes meccse világbajnokságok során. Sokat kellett várnia, de végül is Ross Smith legyőz, és ott van a harmadik körben. Kedves nézőink, ez volt tehát a harmadik játéknap. És holnap, azaz pénteken, december 18-án is 8 mérkőzéssel jelentkezünk majd, úgyhogy délután 4, este 4 meccs, és James Wade is többek között színpadra lép, John Henderson, Jamie Hughes, szóval jó kis mérkőzések lesznek. Lajos, köszönöm! Én is köszönöm! Az egész napot! Látjuk. Igen, köszönöm szépen! Úgyhogy jó pihenést neked, a kedves nézőknek is! Nyugovóra térnek, akik pedig nem, azok maradjanak velünk, és jó kis sport televíziózás még így az esti, illetve éjszakai órákra. Viszontlátásra! And now